Lassulás van, de recesszió nincs. Sziasztok, én Takács Zsolt vagyok. Én pedig Olá Dániel. Most megyünk a pénzügyminiszterhez interjút készíteni, aki közgazdász, és a 2019-es befolyás barométer szerint Magyarország 8. legbefolyásosabb embere. Azt érzékeljük, hogy keresetekben még mindig azért a magyar bérek sokkal vonzóbbak, mint a romára. Nem véletlen talán az sem, hogy több román munkavállaló dolgozik Magyarországon, mint magyar munkavállaló Romániában. A visegrádi négyekhez újra vissza tudtunk zárkózni. A pénzügyminiszter szerint nincs szégyenkezni valónk, de nagyon szomorú, hogy 10 év munkájába telt, hogy Magyarország ismét az 5 megillető helyre kerüljön a régióban. Kétségtelen tény, hogy az a helyzet, az a méltatlan helyzet, ami 2010 előtt volt, hogy teljesen sereghajtókká váltunk ebben az országcsoportban, az megszűnt, és ma már nyugodtan mondhatom, hogy több szempontból is mintát adunk ezeknek az országoknak. Azt, hogy leállna a gazdaság növekedése, ezt még a legpesszimistábbak sem mondják. Az Európai Bizottság mindig elég pesszimista, de ő is az idei évre 2,8%-os növekedést jósolt. Tehát én azt gondolom, hogy mivel az elmúlt években ezek a jóslatok általában felülteljesültek és kedvező lett a gazdaság növekedése, az idei évre is egy 3,5-4%-os növekedés ezért még az év első heteiben azért legalábbis reálisnak tűnik. A gazdasági növekedésben a termelői oldal, tehát az ipar, a feldolgozóipar, élelmiszeripar teljesítménye mellett, vagy az építőipar teljesítménye mellett a felhasználói oldalon nagyon komoly potenciál jelent meg a fogyasztásban és az exportban. Tehát ha a beruházások ilyen magas szinten maradnak, akkor minden napunk megvan arra, hogy továbbra is az Európai Unió átlagos növekedése fölötti növekedéssel kalkuláljunk. Az a szomorú, hogy 10 év munkájába tellett, amíg Magyarország újra a 5 megillető helyre került ezen a térképen. Minek kifejezetten örülünk, pedig a hazai és a külföldi beruházásoknak a aránya. Tehát egyre több olyan külföldi beruházó van, aki úgy gondolja, hogy a magyar gazdaság kilátása jön, hogy megéri itt Magyarországon beruházni. Közép-Európában megváltozott a helyzet, több olyan terület van, ahol munkaerő hiány van, és a munkaerőt meg kell fizetni náluk is egyre inkább. Tehát amikor 10% fölött növekednek éveken keresztül a bérek, akkor az a bérelőny, ami korábban a legvonzóbb eleme volt a ide érkező külföldi tőkének, az már egyre kisebb szerepet játszik. A olcsó munkaerő korszakának egyre inkább vége Magyarországon. Tehát a KKV-knek is alkalmazkodni kell ehhez a helyzethez. A munkaügyi hivatalok rendszerét átalakítottuk, és más munkamódszereket vezettünk be, átvéve a német és holland megoldásokat. Egy 50 000 fővel tudtuk javítani a foglalkoztatást, tehát van még tere annak, hogy a következő hónapokban a munkanélküliek közül nagyon sokan el tudnak majd lépni a munkaerőpiacra. A kormány soha nem szól bele a minimálbér kialakításába, ezt mindig a munkaadó és a munkavállalói oldal határozza meg. Csak abban az esetben határozza meg a kormány a minimálbér összegét, hogyha nem tud megállapodni a két partner. Erre az elmúlt években azért szerencsére nem volt példa. Beérik a kormánynak az a gazdaságpolitikai munkája, amely az új piacok megkeresésén, feltalálásán nyugszik. Nem csak a keleti nyitás, de Észak- és Latin-Amerikában az új piacok megszerzése, Észak-Afrikában, vagy arab országokban ilyen piacokon való megjelenés, mind azt a célt szolgálja, hogy ne csak az európai konjunktúrától függjünk, hanem lehetőség szerint több lábon állunk az export tekintetében is. Örülünk annak, hogy egyre több német cég talál olyan hazai partnert, amellyel a kutatásfejlesztés legalábbis egy részét már Magyarországra hozza. Gondolok itt a Győri Széchenyi Egyetem és az Audi együttműködésére, gondolok a Kecskeméti Egyetem és a Mercedes együttműködésére, vagy éppen a Siemens és a Műszaki Egyetem, vagy az Óbudai Egyetemnek az együttműködésére. Ezek mind azt a fontos változást segítik elő, amely a magas hozzáadott értéken alapuló gazdaság megteremtését szolgál. Szigorúbb költségvetést kell előkészíteni, tehát én is annak vagyok a híve, hogy 2022-re, legkésőbb 2023-ra egy olyan nullás költségvetés szülessen, amelyik már nem termel önmagában, vagy nem hoz létre önmagában deficitet. Ezt fokozatosan lehet elérni, mert a magyar gazdaság egy felzárkózási pályán van. Tehát adócsökkentés, államadósság csökkentése, beruházások támogatása, bérnövelés, mind olyan szempont, amit egyszerre kell mérlegelni egy költségvetés kialakításakor. A tavalyi évünket például az jellemezte, hogy miközben viszonylag alacsony hiányt terveztünk,
jól látható volt, hogy a bérek növekedése meg várakozások fölött alakult, 5-10% fölött volt a bruttó bérnövekedés. Emiatt a kormány sem tehette meg azt, hogy nem emel bért például azokban az ágazatokban, ahol a munkaerő hiány az ágazat működését veszélyeztette volna. Az elmúlt hónapokban azért kiderült, hogy nem alulfinanszírozottságról, hanem rossz struktúráról lehet inkább beszélni. A kormány rendkívül sok uniós támogatást és hazai forrást költött az elmúlt években is a kórházak fejlesztésére. Az a célunk, hogy stabil működés valósuljon meg. Az a furcsa helyzet állt elő, hogy a kórházak működésében ma is, a múlt év végére, egy nagyon komoly adósságállomány alakult ki, tehát itt igazából az, hogy menedzsment problémák is vannak, amelyeket orvosolni kell. Mindig is azt mondtam, mint 4 gyerekes szülő, hogy mindent egyszerre nem lehet. Tehát nem az a jó szülő, aki mindig mindent ráhagy a gyerekre, hanem a rengeteg igény közül mérlegeli, hogy melyikre van leginkább szükség, és melyiket kell csak később teljesíteni. A gazdaságpolitika is erről szól, az államkassa véges, eladósodni nem akarunk, összekeveredik a alma a körtével. Tehát egy pénzügyminisztériumnak nem az a feladata, hogy a pénzköltésben legyen érdekelt, miközben minden tárca saját maga programjára, akár honvédelmi minisztériumról van szó, akár egészségügyi minisztériumról, vagy éppen innovációs minisztériumról, abban érdekelt, hogy minél több pénzt tudjon elkölteni elindított programokra. Szerintem a kis- és középvállalkozások, főleg a Kata megjelenése óta sokkal kedvező feltételek között adóznak, mint egy multinacionalis cég. Tehát aki mondjuk a Kata alá van bejelentkező, azon túl, hogy kifizeti a havi 50 000 forintját, azon túl semmiféle adó kötelezettségnek nem kell, hogy eleget tegye. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vetette föl, hogy több olyan ponton is lehetne módosítani a jogszabályt, amelyik a kiskapukat, a visszaéléseket bezárja. Nagyon sokan ugyanis arra használják a Katát, hogy a korábbi munkavállalói státuszokat megváltoztatva magasabb jövedelmet tegyenek. Én azt gondolom, hogy a magyar kormány nagyon helyesen egyre kisebb mértékben támogatja a nagyvállalatokat, és egyre inkább a kis- és középvállalkozásokra teszi a hangsúlyt. A pénzügyminisztérium épületének 100 éves trezorját is felnyitottuk, hogy küldjünk nektek egy kis pénzenergiát. Varga Mihály pénzügyminisztert arról is megkérdeztük, hogy szerintem mikor várható az euró bevezetése Magyarországon? Arra a vonatra, ami nem tudom, hogy hová megy, nem szívesen ülök föl. Az euró most változik, átalakul. A 2008-as válság után kiderült, hogy súlyos hiányosságai vannak. Tehát erre az átalakuló szerkezetű vonatra most fölülni nem volna szerencsés. Magyarországnak addig, amíg a gazdasági fejlettsége nem ér el egy bizonyos arányt a német vagy az Európai Uniós fejlettségben, addig nem érdekel, hogy az európai vagy az euróhoz csatlakozzon, mert tulajdonképpen azon, hogy versenyhátrányt okozunk a saját vállalkozásainknak, a saját gazdaságunknak. A pénzügyminisztert arról is megkérdeztük, hogy tényleg kudarcnak tekinthető-e a magyar kormány lakáspolitikája, ahogy azt Matolcsy György jegybankelnök megfogalmazta. 2019-ben az elmúlt 6 év legtöbb lakása fog várhatóan épülni. A magyar kormány valóban egy keresetélénkítő intézkedéssel, a csokkal és a hitelezéssel lehetővé tette azt, hogy közel 700 milliárd forintnyi forrás menjen a lakásépítésre. Az infláció csökkentéséből mi is kiveszünk a részünket, hiszen 2019. június óta a MÁPUSZ-on keresztül pont az ingatlan piaci lendülettől vonjuk el a forrásokat, tehát aki a megtakarításba helyezi a pénzét és nem ingatlan fejlesztésbe, az nyilván ennek a kalkulációnak az alapján egy haszon költség elemzés után teszi meg ezt a lépést. A kormányzatnak továbbra is az a célja, hogy mindenki saját önálló ingatlanhoz tudjon hozzájutni. Tehát a csok pont azokat támogatja, akik még nem rendelkeznek lakással, és nem támogatja azt sem, akik mondjuk nagyértékű ingatlanról szeretnének rendelkezni. Tehát akkor kiről szól a történet? Azokról szól, akik még nem laknak sehol, még nincs önálló ingatlan. Még egy dolgot tennék ehhez hozzá, hogy szerintem a hangsúlyokat át kell helyezni, hiszen 550 ezer üres ingatlan van Magyarországon, ezért a lakásépítések mellett sokkal nagyobb hangsúlyt kell a jövőben fektetni a felújításokra, a lakásállomány megújítására, hiszen ezzel is el tudjuk érni azt a célt, hogy több fiatal család tudjon lakáshoz jutni.